Isten hozott mindenkit, jó reggelt kívánok! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket! Kérem szépen, a Jevamot traktátus 62-es lapja következik, és az eddigiekhez képest egy lájtos, könnyű menet lesz, de annál érdekesebb és izgalmasabb. Arról szólt a tegnapi misna, amivel befejeztük a Talmudot. Szervusz Miki, guten morgen! Köszönjük, hogy beköszöntél! Szóval azzal fejeztük be a tegnapi Talmudot, hogy a misna arról szólt, hogy a szaporodjatok és a sokasodjatok micvája, az mikor teljesül? Bét Hillel azt mondta, hogy egy fiú, egy lány. Bét Sámály azt mondta, hogy két fiú. Erről fogunk ma kezdeni beszélni. Miért mondja Bét Sámály, amit mond, miért mondja Bét Hillel, amit mond. Korrekt? Bét Sámály azt mondja, hogy két fiúval az emberrel két fia van, az már teljesítette a szaporodjatok és sokasodjatok micvát. Máj tájmájú, de Bét Sámály. Honnan veszi ez Bét Sámályjel? Finami Moise. Mózestől tanulja. Dixib, néj Moise Gersony Eliezer, ugyanis Mózesnek két fia volt, Gersom és Eliezer, és utána mit olvasunk, hogy Mózes szétvált a feleségétől, Ciporától, tehát úgy látjuk, hogy nem igyekezett utána már teljesíteni a szaporodjatok és sokasodjatok micváját, nyilván azért nem, mert teljesítette a micvát. Akkor erről innen tudjuk mi is következtetni, hogy a micva teljesítése az az, amikor legalább két fia van az embernek. Bész Hillel, jár finomi brasszusel ajlom, Bész Hillel pedig az ember teremtéséből tanulja ezt. Ugye az ember teremtésén is egy nő és egy férfi volt, Ádám és Éva, akkor nekünk is a reprodukcióhoz legalább egy fiú és egy lány kell. Bét Sámály Lilfimri azt se lajlom, miért nem mondja ugyanezt Bét Sámály, miért nem fogadja ezt el? Én Dani Nefsör, mi ilyesmi. Azt mondja, azért, mert nem lehet valamit, ahol lehetséges, a lehetetlenből következtetni. Ugye a világ teremtésekor mindenképp szükség volt egy férfire és egy nőre, mert akkor nem lett volna világ. Nem lett volna folytatás. A mi esetünkben viszont nem feltétlenül szükséges, hogy neked legyen egy fiad és egy lányod, hiszen van más számos ember, akinek van fia, lánya, lehet házasodni. Bészillel nem léfumi ma is, nézzük a másik oldalt. Bészillel miért nem tanulja, következteti ezt a szabályt Mózestől, ahogy Bét Sámály, és mondja ő is azt, hogy két fiú az, aki már a micva teljesítése. Amrilach ma is, ami dájté oda abád, azt mondja, azért, mert Mózes ezt saját kútfőből, hogy mondják ezt? Van egy kifejezésre magyarul. Ön, hogy? Merítette. Nem. Saját kútfőből merítette, de van egy másik kifejezés. Ön, nem... Nem teszem be a kifejezést. Mindegy, csak saját kútfőből csinálta. De Tánya, ahogy tanultuk, Slöjsöd, Varim, Moise, Asszomi, Dájtem, Iszkimi, Dájtelász, Makaim. Három olyan dolog volt, amit Mózes saját kútfőből kezdeményezett, és az örökkévaló végül is megegyezett, vagy beleegyezett. Mi volt ez a három dolog? Péres minna isa, hogy külön vált a feleségétől, Ciporától, Sibera luha, hogy eltörte a tökőtáblákat, vagy iszi fiam echad, és hogy a tóradás előtt hozzáadott még egy napot a felkészülésre. Mindjárt ezt a három dolgot végig fogjuk venni. De mindesetre mit mond Bét Hillel? Hogy az, hogy Mózes különvált a feleségétől, ez igazából csak rávonatkozott, speciális eset volt, és Isten ugyan egyetértett ezzel, de ez speciálisan Mózesnek volt a kezdeményezése. És ezért ebből nem lehet következtetni általános szabályt. Most nézzük ezt a három dolgot. Piros Mina Isa, ugye különvált a feleségétől, ez volt az első. Miért gondolta, hogy... külön kell válni a feleségétől. Máj darás, ammár a máj iszrael sülejt Ibrahimam shon elef isa, kavalem zmán, amra tajra áltik sülejt isa, a nésimi juhad a dibur vichal sülejt sülejt, kavalem zmán, alá hszkám, kám. Azt mondta magában, várjunk csak, ha Isten, amikor az egész zsidó néphez beszélt, és annak egy konkrét időpontja volt, azt mondta Isten, három napig ne érintsétek a nőket. Én, aki bármikor
Isten megszólíthat, akkor pláne, hogy nem szabad, hogy a feleségemmel legyek, mert bármikor bejöhet egy hívás. Ismétek ezt a... Ugye van ugye az a vicc, hogy mi a különbség? Nem ismétek a viccet? Hát alapvicc, mert szégyellném elmondani. Amikor a rabbi elmegy Rómába, és akkor ott a Vatikánba a pápa, pápának van egy telefonja. De, van egy, nem egészen úgy jön ki, amit itt akartam mondani, de a vicc, hogy van egy telefonja a pápán, és kérdezi rabbi, ez mi az, hogy hát ez egy egyenes vonal a jó Istenhez. Ha kipróbálhatom, igen, azt mondja, felveszi, beszélget Istennel, lerakja, mennyivel tartozom, 3000 euró. Jó, hát kifizeti másnap, egy pár évvel később a pápa meglátogatja Rómába, látja ott egy telefon, szóval te is bevezetted a vonalat, azt mondja, igen, én mi is bevezettük. Kipróbáltam, igen, felveszi, ő is beszél a jó Istennel Jeruzsálemből, lerakja, azt mondja, mennyivel tartozom, egy sékel. Egy sékel? Nálunk 3000 euró, azt mondja, igen, de itt ez egy helyi hívás. Nem ismertétek a viccet? Ne viccelj. Pedig alap vicc. Na, és akkor Mózesnél is ez volt, hogy az összes profétánál csak bejövő hívás volt, neki kimenő hívásai is voltak. Tehát ő bármikor megszólíthatta Istent, Isten bármikor megszólíthatta őt, akkor pláne, hogy nem lehetett együtt egy nővel. Ha a zsidók, akiknek előre volt lerendezve a randevújuk Istennel, nem lehettek együtt az asszonyokkal, akkor én, aki bármikor bejöhet egy hívás, akkor pláne, hogy nem lehetek együtt. Szkimodájtöledász magkönyv, és Isten végül is beleegyezett, egyetértett vele, és nem már lehem majd lehem, suvul a hemla, ha lehem, be átopa a moidi madi. A tóradás után azt mondta Isten Mózesnek, mondj, menj, és mondd a zsidó népnek, hogy visszatérhetnek sátrukba, de te maradj itt velem. Magyarul te nem mehetsz vissza a sátorba, ugye a sátor az a hálószoba. Sivel ez a luchasz, máj darás, amáru, mákar, má pejszár, sohú, echom is, és mőszusló, és eszre mitzvesz. Amna tőre kolben, néhala, jajhába, tőre kula, vizrael, mus modi, malákc, kám. Miért törte szét a kőtáblákat? Azt mondta magában, ha a pészachi áldozat olyan, hogy azt nem, abból nem húzhat hasznot, vagy abból nem részesülhet senki, aki vétkes, vagy aki körülmetéletlen, ugye így mondta, aki idegen, akkor a pészachi áldozat az csak egy a 613 parancsolatból, akkor az egész tóra, amit szimbolizál a 10 parancsot, a két kőtábla, és a zsidó nép, ezek itt éppen megcsálták az aranyborjút, báványimádóak, akkor pláne, hogy nem részesülhetnek bele, és széttörte ezért a kőtáblákat. És kimodájtól edászom, akkor is Isten egyet értett vele, Amár és ahogy írva van, Dixiva, Sersi Bárta, a kőtáblák, amelyeket eltörtél, és az a szó, hogy a ser, ami amelyeket jelent, az azt is jelenti, hogy jóváhagyva. Amár és Lakics, és Lakics erre azt mondta, Amelyeket és Borkodó Möise, azt mondta Isten Mózesnek, hogy a serke hákasra várta, skajak, hogy összetörted. Jóvá van hagyva, hogy összetörted. Szóval Isten ezt Mózes saját kezdeményezésre csinálta, de Isten egyetértett vele. Az utolsó dolog, hogy szifje mechod mi dájtaj, hogy még egy nap felkészülést adott a kinyilatkoztatás a tóraadás előtt. Máj darás, honnan vette ezt? Mert Isten azt mondta, ki dástem a jövő machra, ezt már tanultuk, különben azt hiszem a Sabbat traktátusban. Azt mondta Isten, szenteljétek meg magatokat ma és holnap. Mire azt mondta Mózes, a ma legyen olyan, mint a holnap, ugyanúgy, ahogy a holnap az egy teljes nap, este és reggel, ugyanúgy a ma is legyen egy teljes nap, tehát akkor nem ma kezdődik, hanem csak holnap és holnap után, mert a mából már eltelt egy kis idő. A felkészülésre mind a két nap teljes nap kell, hogy legyen. Szkimodájtöredászamokim, és Isten egyetértett felül, hogy sáros kemácsak bátó, és végül is szombaton adatott a tóra, a péntek helyett egy nappal később adatott a tóra. Oké. Tányirábin azt mondja, mert Bét Sámály ön is néz, harim is tényleg könyvészbe, és szilajom is akarnak. Eddig úgy tanultuk a Misnában, hogy Bét Sámály azt mondta, hogy a micva mikor teljesül, ha két fiad van. Bét Hillel azt mondta, hogy egy fiad meg egy lányod, de van egy másik változat, Rabbi Nátán szerint. Bét Sámály azt mondta, hogy akkor teljesíted a micvát, ha két fiad és két lányod van. Bét Szilajom is akarnak, Bét Hillel szerint pedig elég egy fiú, egy lány. Amra funa máj támrábin azt rábin, és Sámály. Azt mondta, funa, mi az oka annak, hogy Rabbi Nátán szerint Bét Sámály két fiúról és két lányról beszél. Dixi, vettőjszöfölöldeszek, az ahéves, heve.
Hevel vachaisai, kain vachaisai. Uxiv ki sosni elikim zera acher tachas hevel ki harge kain. Miért? Mert amikor Ádám és Éva megszülték a gyerekeiket, Káint és Hevelt, akkor mit mond? Megszülte Káint, és megszülte Hevelt. Kétszer van a tárgyrag et. Et Káin, et Hevel, ami a héberben fölösleges lenne. És azt mondják, a bölcsek mindegyik fiúval született egy lány, ez azért is fontos, mert különben miből népesült volna be a föld. Mindegyik fiúval született egy lány, ikertestvér. Akkor volt két fiú, két lány. Utána, amikor Káin megölte Ábelt, akkor utána újra született egy gyereke Évának, Sész. Miért? Azt mondta Ádám azért, vagy Éva. Éva azt mondta, mert Isten pótolta nekem egy még egy fiúval azt az Ábelt, akit megölt Káin. Magyarul Éva arról beszélt, hogy pótolni kellett a megölt fiút. Tehát akkor két fiú, két lány kell. Mit mondanak erre bölcsekre? Bannan udajka maludis? A bölcsek azt mondják, jó, ez nem azt jelenti, hogy ez volt a kötelessége, hanem csak megköszönte Istennek, hogy született még egy fia. De nem arra van szó, hogy ez kötelesség volt, hogy legyen két fia, és az egyik meghalt, akkor pótolni kellett még egyet. Oké. Tányi érdeklem, azt mondja, hogy sem a émim zahrajnak éva. Vészila, hogy zahrajnak éva. Van egy harmadik változat, és hogy szólt a vitája Bét Sámájnak és Bét Hillelnek. Bét Sámáj azt mondta, hogy fiú és lány. Bét Hillel azt mondta, vagy fiú, vagy lány. Egy gyerek. Amnél Rave Máj Tándrám, azt mondja, hogy Hillel, mi az oka annak, hogy itt tanulja Bét Hillel véleményében, hogy egy, vagy fiú, vagy lány, tehát hogy egy gyerek is elég. És nem áll, hogy a barra lesevesz, hogy szóval, haved lesevesz. Azért, mert a proféta úgy szól, Ézsaiás proféta, Isten nem a káoszért teremtette a világot, hanem azért, hogy benépesítsük, és ő már a benépesítéshez hozzájárult azzal, hogy van egy gyereke, akkor ez már, ezzel már teljesítette a micvát. Oké, akkor három vélemény van, hogy mi volt a vita Bét Sámáj és Bét Hillel között. Az egyik vélemény az, hogy Bét Sámáj azt mondta két fiú, Bét Hillel azt mondta egy fiú és egy lány. A másik vélemény szerint Bét Sámáj azt mondta, hogy két fiú, két lány, Bét Hillel azt mondta egy fiú, egy lány. A harmadik vélemény szerint Bét Sámáj azt mondta egy fiú, egy lány, és Bét Hillel azt mondta, hogy egy fiú vagy egy lány. A halakha különben az, hogy egy fiú, egy lány. A kérdés a következő lesz. Ha valaki nem zsidó, és született egy gyereke, vagy két gyereke, és betért, akkor újra kell csinálni, vagy a micvát már teljesítette? Itt már hajulai banim, begájusszai, vinizgájere, bjéhnem, még kiem, pirjör ívre, és neked sem belőle, kiem, pirjör ívre. A bjéhnem azt mondja, hogy ez esetben ő már teljesítette a micvát, hiába pogány volt, de a micvát teljesítette. Bét Hillel azt mondja, hogy nem. Nem Bét Hillel, bocsánat. És Lakis azt mondja, hogy nem. És Lakis azt mondja, hogy újra kell kezdeni. Bjéhnem a kiem, pirjör ívre, de ha havulej. De miért mondja a bjéhnem, hogy teljesítette a micvát? Mert vannak gyerekeim, most okay. És Lakis a mellői kiempírom, és nézd Gájrukat, és Lakis is azt mondja, hogy nem. Mert mit tanultunk, hogy egy betért ember, az olyan, mint egy újszülött. Akkor nulláról kezdünk, vagy van egy tabularázó, nulláról kezdünk. Akkor mindegy, hogy mit csinált előtte, az nem hozzá kötődik. Mind a ketten a saját véleményüket követik. Vazdulatány májú, de itt már, ahogy látjuk, hajulai, banim, bege jusszem, nézd Gájra, bichelem, én, mert én lői, bechajle, náhla, de ha havelelési szajnak, és Lakisamai és Rabbi Chaylen Ákhlasség, és ez Gájkat most dajom. Van egy másik vitájuk ugyancsak Rabbi Chaylen és Lakisnak, ami a következőről szól. Valaki egy nem zsidó, született egy gyereke, utána betért, összeházasodott, akkor innentől fogva, ha születik egy fia, az első szülött fiúnak számít, vagy sem? Az öröklés szempontjából. Öröklés szempontjából az első szülött fiú duplán részesül az öröklésből. Nagyon ő neki, ez nem az első szülöttje, mert neki volt már gyereke, amikor nem zsidó volt. Akkor most mi van? A Bjéhenen azt mondja, hogy igen, ez akkor már nem első szülött, mert ő neki már van egy előtörténete. És Lakis azt mondja, de első szülött. Miért? Mert egy betért ember az, mint egy újjászületett. Oké, okay. Tehát akkor ugyanaz a vita itt is, mint ott is. Miért kellett mind a két vitát mondani? Miért nem volt elég, ha csak egy helyen kifejtik a véleményüket a témával kapcsolatban? Utsriha. De ilyesmi nem bár, aki már szabad, híka, mert a bjéhlam is, de mi karaná, mi háve prírja vira, ávalinyin náhla, de láv náhla, bár náhla, ninhú, én múgy lelere is lakis.
De végül azért kellett, hogy mondtam mind a kettőt, mert azt gondoltuk volna, ha csak a hogy hiákról van szó, a micva teljesítéséről, azt gondoltuk volna, hogy Rabbi azért mondja, hogy hiába nem zsidóként volt a gyereke, de a micvát teljesítette, mert ez egy olyan micva, ami nem zsidókra is vonatkozik. De az öröklés szabályaik, az nem vonatkozik nem zsidókra, ilyen szabályai a elsőszülött más, mint a többi, stb. És ezért azt gondoltuk volna, hogy csak a gyereknemzés micvája kapcsán teljesítette nem zsidóként a micvát, de az öröklésre ez nem vonatkozik, és Lakissal értene egyet. Ha pedig fordítva, itt már be, ha csak az öröklés lett volna, akkor be, ha Kalmár és Lakissal, be, hím, majd lenne Jéhon a cicha, akkor pedig pont fordítva, és Lakisra gondoltuk volna azt, hogy az öröklésnél így gondolkodik, de amikor a gyereknemzés micváról van szó, akkor egyetért a Jéhonannal mondvá, hogy az egy nem zsidókra vonatkozó micva is. Oké. Okay. Észvei. Különben a halakha az Rabbi Jéhonam. Tehát ha valakinek nem zsidóként volt a gyerekei, akkor teljesítette a micvát, és ha volt a gyerekei, akkor miután betér, már nincs elsőszülöttje. Szóval ilyen szempontból akkor Rabbi Jéhonam véleményét követjük. Észre Rabbi Jéhonam és Lakis, be észre hísa lach be raidach be ládan, ben be ládan melech bavel. De mit mond Rabbi Jéhonam? Függetlenül attól, hogy valaki nem zsidó, de van, a pedigré az létezik. Ő valakinek a fia, akinek az a fia, és itt a számon van tartva, stb. És Lakis azt mondja, hogy nem, náluk nincs ilyen. Nem egészen ezt mondja, hogy azt mondja, hogy amikor betér, akkor újjászületik, szóval nem teljesen értem. És Rabbi Jéhonam felveti, hogy hát látjuk azt, hogy a Tanakhban vannak olyan pogányok, akiket az apjuk nevén viselnek, akiket az apjuk nevén hivatkoznak. Például Babilónia királya, Bröidach, Bladam, Bladam fia. Akkor az apjára hivatkozik a nevével, akkor itt mégiscsak számít a pedigré. Amelej, Begajuszenis, Lejhajuszenis, Gálész, Házusz. Igen, putaság, pont azt mondja, amit én mondtam. Igen, nem mondtam, hogy a nem zsidóknál nincsen pedigré, nincsen ilyen családi vonal. Csak azt mondtam, hogy amikor betér, akkor újjászületik. És akkor megszakad ez a vonal. Amar Ráb, akkor majd én beevetsénylő, hogy hájézdik szív, sül, lachem paim a hamoj, ám a doim a hamoj. Ennek kapcsán azt mondta Ráb, a szolgák kapcsán mindenki egyetért, hogy ott nincs pedigré. Ott nem tudjuk kikinek a fia, a gyereke, mit tudom én. Miért? Amikor Ábrám ment a szolgáival és Izsákkal, hogy feláldozza Izsákot a Moria hegyén, akkor elérnek egy ponthoz, akkor azt mondta Ábrám a szolgáinak, maradjatok itt a szamárral. Én meg a fiú megyünk tovább. Maradjatok itt a szamárral, Imachamoyr, szó is lehet olvasni, Amachamoyr, a szamár népe. Maradjatok itt szamár népe. Magyarul, hogy akkor ez egy szójáték, hogy nem a szamaradjatok itt a szamárral, hanem azt mondta a szolgáknak, magyaradjatok itt a szamár népe. Olyanok vagytok, mint a szamarok. Nem tudjuk, melyik szamár, nem tartjuk számon, hogy a szamár kinek a fia. Ugyanígy a szolgáknál nem lehet számon tartani, nem tudjuk, kikinek a gyereke, nincs ilyen családfa. Mészvejül a civaham is azt mondja, Bani Veszi már vadim. Azt mondtam, hogy várjunk csak, volt egy híres szolga, Civa, aki Saul királynak volt a Kánaánit a szolgája, és azt mondja róla az írás, hogy 15 fia volt, és 20 szolgája. Mégiscsak számonban tart, hogy kik voltak a gyerekei. Amire Vákabari Jákaiv, ke bárben bakar? Szóval, oké, a név szerint nem is számon tart, hogy ki volt a fia. Tudjuk, hogy volt 15 fia. Ugyanúgy, mint amikor azt mondjuk egy áldozatról, hogy az üssző úgy nevezi párben bakar, az üssző marha fia. Ez nem azt jelenti, hogy a számomat, hogy melyik marha fia. Ihaki, azt mondanám én. Azt mondtam, hogy oké, de akkor mi az oka annak, hogy a királynál, akit említettünk, Bröidach, Bladam, Ben Bladam, Bröidach, Bladam, Bladam fia, ott akkor miért van számon tartva név szerint? És azt mondta, hogy a pogányoknál nincs számon tartva név szerint, de mégis számon van tartva. Sajnálom, azt mondja, hogy szerintem is májú sejár, de vú, vahalai me farre is. Nem, bocsánat. Azt mondod, hogy amikor a civa szolgáról van szó, akkor ott hiába említi, hogy 15 fia volt, nem név szerint van említve, az olyan, mint amikor azt mondja, az üssző a marha fia. Azt mondja, akkor miért nem válaszoltad ugyanezt a királynál? Bröidach Bladannál, Bladan fiánál.
Az azért, mert ott név szerint van említve, és azért az arra nem lehet ezt a választ adni. Iba is szeim a jekszínebe duchta a chrisziba abunabe abudavon. Vinslach a melech asszal ben hadad ben tabriyan ben chazien melech adam ben jöjjön ezt a klémet. A másik pedig, hogy van számos más olyan hely is, ahol különböző ilyen pogány királyokat név szerint számon tartottak az apjuk neve alapján. Például küldött értük Asza, vagy küldött Asza, Izrael királya, Ben-Hadadhoz, aki Tavrimon fia volt, aki Chezion fia volt, Aram királya, aki Damaszkuszban lakott. Akkor ez itt név szerint van több nemzedéken keresztül végigvezetve. Akkor látjuk, hogy bizonyos esetekben név szerint vannak számon tartva. Majd, igen, pogányként. És mit mondtunk erre? Hogy erre mondta azt, és Lakis, nem mondtam, hogy nincsenek név szerint számon tartva, én csak azt mondta, hogy amikor betér, akkor az egy új tabularáza. Itt már hajulai banimban mész. Következő a kérdés. Ha valakinek született gyereke, de meghalt, még az élete során, akkor teljesítette a micvát, vagy nem? Ráfuna, már kien pirió rívja? Ráfuna azt mondja, hogy ő már teljesítette. Bírkana már lői kien? Ráfuna azt mondja, hogy nem. Nem teljesítette. Funa már kien misum, de rávászi dam, rávászi én, ben damit bácsi, és tudkala sem veszem, hogy gus, nem már ki ruhák, mint fana, játöv. Ráfuna már lői kien pirió rívja, és azt mondja, hogy szarabé, léka. Mi a vita lényege? Azon vitatkoznak tulajdonképpen, hogy a szaporodjatok és sokasodjatok micvának mi a lényege. Az egyik őjük, Ráfuna, az egy spirituálisabb célt, vagy egy spirituálisabb spirituálisabb okot mond a szaporodjatok sokasodjatokra, és Rabbi Yochanan meg egy praktikusabb okot. Mit mond Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan azt mondja, hogy mi a célja a szaporodjatok és sokasodjatok micvájának? Az, hogy lakjátok be a földet. A föld egy ne vad dzsungel legyen, az ember civilizálja a földet. Ez emberekre van szükség. Ha valakinek született gyereke, ezzel teljesítetted, de a született gyerek és az meghalt, akkor ott tartunk, ahol az előbb voltunk. Akkor nem kerültünk közelebb általa a föld civilizálásához, hanem ő nem teljesítette még a saját részét, vagy teljesítette, most visszatértünk a nullához. És ezért, ha valakinek volt gyereke, és a gyerek meghalt az illető élete során, anélkül, hogy neki lenne gyereke, szóval unokája, akkor nem teljesítette a micvát. És Funa azt mondja, hogy nem. Ez egy spirituális dolog, ez a szaporodjatok, sokasodjatok. Miért? Mert a Vászi azt tanította, hogy a messiás akkor fog eljönni, amíg a megszületendő gyerekek mind meg nem születnek. És a Kabbala azt mondja, hogy van egy égi pool, egy égi hordó, vagy egy égi tartály, amiben ott van az összes lélek, akinek valaha egyszer majd testbe meg kell születnie. Minden gyerek születésével közelebb kerülünk ahhoz, hogy ott elfogjanak ezek a lelkek. Ha a gyerek megszületett, akkor az annyival már közelebb kerültünk, hiába meghalt az a gyerek. És ezért a szaporodjatok és a sokasodjatok micvája ehhez visz minket közelebb, hogy minél több lelket onnan lehozzunk. Mire lehoztuk az összeset, eljön a messiás. Oké? Okay? Akkor ezzel ő teljesítette a micvát, hiába a gyerek sajnos meghalt, ő teljesítette a micva részét. Mészveim, bnei bannim áreim ke bannim. Azt kérdezi Ráfunától, Rabbi Yochanan, akkor miért tanuljuk azt, hogy az unoka olyan, mint a fiú? Mit jelent ez a mondás? Most abból indulunk ki, hogy az unoka olyan, mint a fiú, az arra vonatkozik, hogyha valakinek nincs gyereke, mert meghalt, de van unokája, akkor az unoka olyan, mint a fiú. Magyarul, akkor mit látok ebből, hogy ha a gyerek meghalt, akkor csak akkor teljesíti a micvát az illető, ha legalább van unoka. Akkor nem igaz az, hogy ez valami spirituális dolog, és akkor is teljesítetted a micvát, ha nincs unoka. Ki tánya híle haslim. Azt mondja, Talmud, félre van értve ez a mondás. Nem arról van szó, hogy valakinek volt egy fia, egy lány,
és meghalt a fia, vagy meghalt a lánya, vagy meghalt mindkettő, akkor ha van unokája, akkor azzal teljesítette a micvát. Nem erről van szó, hanem arról van szó, ha valakinek csak egy gyereke van kettő helyett, viszont annak a gyereknek van két gyereke, akkor az olyan, mintha teljesítette volna a micvát. Oké? Okay? Ezzel megválaszolja Rabbi Yochanan a funa kérdését. Mész veib né banim harémke vanni mész echad mehemo is nimca szaris lai kiempire jivja. Tiúftad rá funa, tiúfta. Azt mondtam, de nem, ezt nem lehet így magyarázni. Miért? Mert van egy brájt, amik bővebben kifejti ezt, és azt mondja, az unokák olyanok, mint a gyerekek, viszont ha az egyik gyerek impotens, vagy meghalt anélkül, hogy teljesítette volna a micvát, akkor nem teljesül a micva. Magyarul, akkor nem arról van szó, hogy egy gyereknek van több gyereke, és akkor ezek az unokák olyanok, mintha gyerekek lennének, nem. Arról van szó, hogy van két gyerek, ha vannak unokáik, rajtuk ezt unoka, akkor az egyik meghalt, akkor attól még a micva teljesül, de hogyha az egyik úgy hal meg, hogy nem lehet gyereke, akkor most vagy nem volt, vagy nem lehet gyereke, nem. Az egyik úgy halt meg, hogy nem lehet gyereke, nem. Az egyik úgy halt meg, hogy nem volt gyereke, vagy olyan, hogy nem lehet gyereke, akkor nem teljesítette a micvát. Magyarul, ha valakinek van egy fia és egy lánya, és a fiú mondjuk impotens, vagy a lány meddő, akkor nem teljesítette a micvát. Azt mondja, a Talmud Jufta, valóban ez egy jó kérdés, és ezért a halaká, azt gondolom tényleg az, hogy amit Rabbi Yochanan mond, hogy csak nem, amit Rabbi Yochanan mond, ami az, hogy csak akkor teljesítetted a micvát, hogyha ha valakinek volt egy fia és egy lánya, akkor ha meghalt az egyik az ő élete során, akkor csak akkor teljesítette a micvát, ha maradtak utánuk unokák. És ezt egy kicsit jobban kifejtjük. Bnei banim harémke banim. Az unokák olyan, mint a gyerekek lennének, ugye ez alapján. Ha meghalt a gyerek, de maradt utána unoka, akkor az olyan, mintha az a gyerek helyében lenne. De milyen unoka milyen gyerek helyében? A báje a következőt gondolta. Larissa, figyelj! Szóval a báje lemény már bara le bara, ó bárta le bárta. Azt mondta a báje, okay, akkor egy fiú unoka egy fiú helyébe, egy lány unoka egy lány, unoka, egy lány helyébe, vagy kolsaként bara le bárta, és pláne, hogy egy fiú egy lány helyébe, egy fiú unoka egy lány helyébe, hát a bárta le bara le, de egy fiú helyébe egy lány unoka az nem. A báje abban indult ki, hogy a fiúk azok valahogy értékesebbek. Amellé Rave, azt mondta, miről beszélsz? Nincs ilyen, hogy a fiúk értékesebbek, lányok értékesebbek. De se vesz egy szarabája, nincs szar ki értékesebb. A világot be kell lakni, civilizálni kell. Ez kell fiú is, és kell lány is. Akkor mindegy, hogy kinek a fia, lánya, lánya, fia, fia, lánya, lánya, fia, 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 lánya. Mindegy, a lényeg az, hogy van fiú, meg van lány. De hajika. De kulám, mi az, trej, me, hád, laj, abban viszont mindenki egyetett, hogyha egy gyerektől van két unoka, azzal nem teljesítetted a micvát. Laj, tényleg nem teljesítetted? Ha, amilyen a balanyag, és azt mondja, hogy itt szav, ülid, bnei, van mi ló, bnei, bárt, bnei, ninu. Nem teljesítetted? Akkor miért volt az, hogy a séses, akinek csak egy gyereke volt, és meghalt a felesége talán, a többiek próbálták rávenni, hogy vegyél el egy nőt, és szülessen még gyereket, hogy teljesítsd a micvát. Mire azt mondta, nekem már nem kell, mert vannak unokáim. Pedig csak egy gyerektől voltak az unokák. Ebből úgy tűnik, hogy mégis szerinte teljesítette a micvát azzal, hogy egy gyerektől voltak unokái. Azt mondja, Talmud, haszam, de hulyekem, de átkén lejúd, ráv sésze, ikrami pirke, ráv huna. Szóval ott az volt, hogy ráv sésesz, ő már sajnos nem tudott, tudta magára, hogy ő nem fog tudni gyereket nemzeni. Ezt nem akartam mondani a többieknek, nem akartam, ne haragudjatok, de én már, nekem ez már jön szóba. Inkább mindenféle kifogást keresett. És ez volt az egyik kifogás, nem azért, mert azt gondolt, hogy tényleg az unokák révén ő teljesítette a micvát. Amellé rában van bár Mary, manna, ha mi szad amúrá, banem, né, bani, már énke, bani. Honnan vesszük ezt, hogy az unoka az olyan, mint a fiú? Illé, mömlik szíve, bani, és bani, szíve, bani, banáj, elemi átvált, szóin, szóin, ahinámi, ellede, kaneminai, hachanámi, de kaneminai. Az egyik lehetséges magyarázat az az, hogy Lábán azt mondta Jákobnak, amikor utolérte, azt mondta, a gyermekek az én gyermekeim. Ugye ezt mondta az unokáiról.
akkor látjuk, hogy a unokákat gyermekeknek nevezte. Ah, de akkor viszont amikor azt mondja később, hogy a cony-cony, a nyáj az én nyájam, akkor az is ezt jelenti? Nem, nem. Akkor itt arról van szó, hogy az én tulajdonom. A nyáj az én tulajdonom, a gyerekeid az én tulajdonom. Tehát akkor innen ezt nem lehet levezetni. Eleme a hachavákába, a hetszőnyelbe és machébe, avi gilára télén, na ez kóvik szívméni maché, jaj, de mi hajkeki, mi szívja, hú, de mi hajkeki. Nem, nem emiatt van, hanem azért, mert azt olvassuk a Divrei Jomimban, ezek után jött Hecron Machir lányához, Gilád apjához, és szülte neki Zguvot. És azt is olvassuk, hogy Mini Machir Jordumi Chaykikim. Hogy Machir leszármazottaitól jöttek a bírák. Uxiv Yehuda Mechaikek, és az is írva van, hogy Judától jöttek a bírák. Ugye Machir fiaitól jöttek a bírák, vagy Yehudától. Machir az Menása törzséből volt. Akkor most melyik, hol van az igazság? Az, hogy Machir fiaiból lettek a bírák, de Juda lányaiból. Machir elvette Juda lányát, és ezért mind a két törzshöz kapcsoljuk, mind Machirhoz, mind Jehudához. Mit látunk ebből, hogy a több nemzedékkel későbbi leszármazottak is a fiaimnak tekinthetők. Oké. Okay. Mit mondott a Misna? Misna azt mondta, valakinek van egy fia és egy lánya, akkor ő már az ő részét teljesítette. Micva. Bét Sámály szerint a két fia. Mas nisztin de lávkerem Jésú. Ezek szerint a mi misnánk nem... most látom Larissa hozzászólását. Rokon szemezik Ravéval. Oké. Okay. Szóval, mas nisztin de lávkerem Jésú. A misnánk nem Rabbi Yeshuát követi, de tánja a Rabbi Yeshuáim, mert nasz adam isem jádusza, isza isem eszken nuszaj, jelöben nem jádusza, jelöben nem eszken nuszaj. Mert Yeshua azt mondta, az ember soha ne adja föl. Ha fiatalon házasodott, házasodjon öregen is. Ha voltak gyerekei fiatal korában, ne adja föl. Legyenek gyerekei idős korára is. És nem már, hogy írva van a Koheletben, reggel vesd el magjaidat, este se tartsd vissza kezedet, mert nem tudod, mely legyen, és melyik lesz melyik, és lehet, hogy mind a kettő jó lesz. Magyarul, az ember attól, hogy reggel már született gyereke, ne tartózkodj, hogy este is még szülessen gyereke. Az ember soha ne adja föl, nem tudhatod, mi lesz a vége. Minél több gyerek, annál jobb. Ezt mondta Rabbi Yeshua, nem úgy, mint a misnánk, amik azt mondta, hogy ha van egy fiú meg egy lány, akkor már jók vagyunk. Rabbi Akiva, mert lámadta, én nem jádusza, én nem tudom, hogy minden jádusza, én nem tudom, hogy minden is nem békez, ez ráha. Ugyanezt a mondatot akkor a Heletből Rabbi Akiva másképp magyarázta. Szerinte nem a gyermeknemzésre, hanem a tanítványok állítására van szó. Ha voltak tanítványaid fiatalkorodban, akkor se add föl, taníts tovább, hogy legyenek tanítványaid időskorodra is. Ahogy írva van, reggel vesd el magadat, és este se tartsd vissza a kezedet. Oké. Okay. Ah! Most aktuális az, amit most fogunk tanulni. Ugye Rabbi Akiva azt mondta, hogy az emberek legyen minél több tanítványa. És ugye most tudjuk, hogy az Firesza Aimer, Omer számlálás van, és ebben az időszakban haltak meg Rabbi Akiva tanítványai. Amru, sném, asszar, elef, zugítan, midém, hajulajla, Rabbi Akiva, míg vasz, ad antriposz. Azt mesélik, hogy Rabbi Akivának 12 ezer pár tanítványa volt, az azt jelenti, hogy 24 ezer, Givásztól Antripászig. No, Katika. Hol van az az Antripász? Nem mint, hogy a Givász tudnám, de azt mondja, hogy a Givász az valahol a Galileában van. De kulam mészre perekehod, és mindannyian meghaltak egy rövid idő alatt. Mifnésőlein a hágó kavadzel az ebb,
Azért, mert nem adták meg a kellő tiszteletet egymásnak. Most péntek este erről adott drósét itt a rabbi az Óbudai zsinagógában. Haja, ajlom, samim. És a világ kiüresedett, nem voltak tanítványok, rabbi Akiva tanítványai, mind a 24 ezer meghalt. Hát se bar rabbi Akiva, egyszer rabbi szénysében, darimus nallahem. Amíg rabbi Akiva le nem jött délre, és ott újra nem tanított, rabbi Meirt, rabbi Judát, rabbi Yossit, rabbi Simont, rabbi Lazeben Samuát, 5 tanítványt. Magyarul rabbi Akivának először volt 24 ezer tanítványa, azok mind meghaltak, de rabbi Akiva a saját tanításának megfelelően nem adta föl, és folytatta, és lett még ott tanítványa, és ezek vitték tovább. Ugye ez hihetetlen, hogy az egyik ilyen, akit mindig szoktam említeni, akik a holokauszban elvesztették a teljes családjukat, közösségüket, minden, és akkor öregkorukban mindent újraépítettek újra. Ez hihetetlen lelki erőket. Ez az egyik ilyen, ugye a Kloizenburgi Rebbe, a kolozsvári rabbi, aki 10 gyerekét elvesztette a holokauszban és a feleségét, utána Izraelbe megérkezett, 40-valahány évesen, újraházasodott, született még 7 gyereke, és újraépítette a közösséget, és mindent. Szóval ez tényleg ilyen nagyon nagy embernek kell lenni. Tanul kulam meisz, Pesach hada ceresz. Azt is tanultuk ennek kapcsán, hogy a tanítványok Pesach és Sávolt ünnepek között haltak meg. Amar rav Chama bar Abba, és Simur rav Chia bar Avin, kulam meisz, misszel a Máihi Amram Nachman a Szákra. Azt is mondták, hogy haltak meg, nem Nachman szerint diftériában. Amirab Mászna a lakkerem Jésua, Rab Mászna azt mondta, a halakharab Jésuát követi, vagyis az ember tényleg attól még, hogy születtek, gyerekei ifjúkorában, ne adja föl, és nem mondja azt, na, nekem már van egy fiam, meg egy lányom, hanem folytassa, ameddig csak lehet. Amirab Itánchum, Amirab Hinnilai, Kalladom Sinni is a most az asszonyokat fogjuk dicsérni. Figyelem, hölgyek! És urak! Azt mondta Rabbi Hanilai, kalladom se én le is a sarúj belői miszinkha, belői bracha, belői taiva. Az a férfi, akinek nincs felesége, az boldogtalan, áldástalan, és minden jótól meg van fosztva. Belői szimcha, onnan tudjuk, hogy boldogtalan. Ahogy írva van szó, máhta átomvicekha, örvenj te, és a néped háza, házad népe. Örvend te is a házad népe, ki az a házad népe? A feleséged, mikor tudsz örvenni? Ha van feleséged, ha valaki egyedül van, akkor ott nincs öröm. Blaj bracha, nincs áldás, ahogy írva van a Heszkel könyvben, a niak bracha beszecha, hogy elhelyezzem az áldást a házadnál. Ki az a ház? A feleség. Blaj tajva, minden jó, az a feleséggel jön. Blaj tajv, ha jöjsz le, adom le vádolja, a Tóra maga mondja, nem jó az embernek egyedül. Ugye ezt mondta Isten, amikor Ádám egyedül volt, mielőtt megteremtette volna Évát. Látta Isten, hogy nem jó a férfinek, egyedül, aztán kéztek neki segítőt vele szemben. Akkor egyedül lenni, az nem jó, nincs se jó, se áldás, se öröm. De már Rovda Amri, nyugaton, Izraelben, azt mondják, belői tajra, belői hajma. Belői tajra, belői hajma. Ők még két dolgot hozzátettek, azt mondták, akinek nincs felesége, annak nincs tórája sem, és annak nincsen védelme sem, védelmi fala. Semmi nincsen, hogy védelmezze. Nincsen tórája, hogy írva van, mint én ez rasszi, bít, ve tusia, nitchami meni, ahogy írva van, Jobb könyvében, ha im én ez rasszi, bít, hát nincsen nekem segítségem, és minden segítség ellöketett tőlem? Nincsen nekem segítségem, azt úgy mondják, feleségem. Ha nincs nekem feleségem, minden segítség ellöketett tőlem. A segítség az a tóra tanulás. Blöjhajma, védelmi fal, ahogy írva annak évet összejövök ezzel Jeremiás, azt mondja, a nő köröz a férfi körül, olyan, mint egy védőfal a férfi körül. Milyen szép magyarázat, nem? A nő védelmezi a férjét. Hogy? Így van. Ravabár ulam már blöj salaj, Ravabár ulam még hozzáteszi, hogy béke sincs annak az embernek. Dixiv,
Jadáti kisalma a lehop, a káta napha vele is szekte. Tudtam, mondta Jobb, hogy béke van a te sátrodban, és semmi hiányban nem fog szenvedni. Szép. Szép. Amar Rabbi Yehoshua ben Lévi. Azt mondta Rabbi Yehoshua ben Lévi, kolajaj deába Isten sírja semáim, de én pajda, nikra hajta. Egy férfi, aki tudja a feleségéről, hogy az Isten félő, és ennek dacára visszatartja tőle a nemi élet örömeit, az bűnös. És nem már, ahogy írva van, tudtam, hogy béke van a sátradban. Amire is olyan Lévi Hájv adom Nifkén az Isten, hogy sásolja jöjjtsz le derech. Azt is mondta is olyan Lévi, amíg az ember útra kell, akkor a feleségének meg kell adni a nemi örömöket az útra kelés előtt. És nem már viadátok is alame a lecha. A nyírva van, mert tudtam, hogy béke van a házadban. Ha, mert ha návka, mert haszam návka, azt mondja, innen vesszük ezt, nem onnan vesszük fel, isek csukaszek, mert lámecse isem is, hogy kekeszel bálom, és sásolja jöjjtsz le derech. Nem onnan van, amikor azt mondja a Tóra, hogy ugye megbünteti Ádámot és Évát, és azt mondja, ugye a tiltott fa gyümölcse után, és azt mondja, de a férjedhez lesz vágyad, a te vágyad. Ugye mondja annak ellenére, hogy nehéz a szülés, meg a terhesség, de férjedhez lesz vágyad. Vagyis a nő vágyakozik a férj után, ugye miért éppen akkor, amikor útra kell, azt nem tudom, de mindenesetre azt látszik ebből a mondatból, hogy a nő vágyakozik a férj után, és ezt a férj ki kell, hogy elégítse. Amar Rav Yosef lo nitzachel le samuch le vesztave, káma amar öjna, azt mondja a Talmud, azért kell, hogy mind a két mondatból következtessünk, mert azt akarja ezzel mondani, hogy akkor is teljesíteni kell ezt a vágyát, hogyha közel van a veszett, vagyis közel van a menzesznek a közeledő, előrelátható ideje. Hanem millet városusz. Mitre? Mikor igaz ez, hogyha az ember útra kell, akkor előtte az asszonynak meg kell adni, ami az asszonynak jár. Akkor, hogyha csak üzleti útra megy, vagy turistáskodni. De ha micra miatt megy útra, valami micvát meg teljesíteni, akkor annyira el van vele foglalva, hogy nehéz átadni magát az asszonynak, és ezért akkor nem kötelező. Tanúrában azt tanították bölcsénk, ha olyevesz istőjké gufaj, aki annyira szereti a feleségét, mint saját magát, de a mechábda jajszömi gufaj, és jobban tiszteli, mint saját magát, de a mádrich banobim nöjszöbb derhés arra, és aki neveli a fiait és lányait egy egyenes úton, de a messzial ne pak szamuk le pirkan, és kiházasítja őket, a nagykorúvá válásuk idején. Szóval nem vár vele sokáig, hanem amint csak lehet, kiházasítja őket. Róla mondja azt az írás, hogy a dáta kis salamélye lefa, tudtam, hogy béke van a te sátradban. Ha jöves hénov, vár meg kárvesz krajvav, a nőisze bász a hajszaj, aki szereti a szomszédjait, és jóba van a rokonaival, és a unoka húgát veszi feleségül, nem mindjárt visszatérünk, bár málve szelel animis ászt hakai, és kölcsön ad egy szelát a szegénynek, amikor az rászorul, róla mondja azt az írás, Ézsaiásban, asztikra sem válj, sem járne, akkor kiáltasz majd hozzám, és Isten válaszol neked, te sáva, ő segít téged, és azt mondja neked, íme itt vagyok. Miért jó elvenni valakinek az unokahúgát? Egy érdekes dolgot mondott a kommentár azt mondja, azért, mert az ember nagyon szereti a nővérét, vagy a húgát, tehát nem veheti feleségül, az tilos. Hogyha az unokahúgának a lányát fogja feleségül venni, akkor közelséget érez a testvéréhez is, és akkor ez megerősíti a házasságot. Érdekes. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Nagy skajak mindenkinek! A holnap reggeli viszontlátásra, viszont hallásra.